Buongiorno! A mai videóban, podcastben, vagy ki hogyan hallgatja, Igazából arról lesz szó, hogy lakáshitelt vagy megtakarítást válasszunk magunknak, és teszem fel a kérdést, ami engem egy idegesít, hogy még mindig itt tartunk. Ugye, onnan indul a sztori, olvastam egy pénzügyi tanácsadó ismerősöm posztját a témával kapcsolatban, és ebből merül fel a kérdés, hogy összeletem most a kettőt, ökölbe szorult a kezem, és instant úgy éreztem, hogy kb. ordítanom kell, mert 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 ez nagyon nem helyes így. Elolvasom a posztot, most nyilván nem őt megbántva, de, de azért na, ha nézi a videót, akkor lehet, hogy egy kicsit ő is észbe kap, és tanulni fog majd meg egy tök korrekt ember. Jó szándékú, csak lehet, hogy itt a, a tudás az nem feltétlenül találkozik az akarattal. szóval, egy példa hitel VS megtakarítás témában. 22 millió forintos, 22 milliós hitel, 30 évre felvéve, teljes visszafizetéssel 61,4 millió forint, havi 170 forintjával. Zárójelbe hozzáteszem, valójában egyébként 59 millió és 162 000 forintosával, de semmi gond, nem sértődünk meg ezen. Havi 100 ezer forint megtakarítás 20 év alatt 59 millió forint, 30 év alatt 156,6 millió forint mindösszesen egy biztonságosan elérhető 7%-os hozammal a kamatos kamat elvén működő befektetéssel. Zárójelbe be ezt, én, én teszem hozzá megint, mindig zárójel ezeket kicsit, hogy évente 7%-ot elérni biztonságosan, biztos, hogy nem fogsz tudni. Tehát ott részvény csomagokat kell vásárolni, amivel semmi gond nincsen, én nagyon támogatom, de az azt ne állítsuk már be, hogyha ez a biztonságos. A biztonságos elérhető alapok azok a kötvényalapok, alapok, ami hosszú távon lótúró, meg likvidási alap 0,1%-os kamatra. Tehát 7%-on, te hosszú távon kötvényalapból nem fogsz elérni semmit, de ezen se akadjunk. fent, menjünk tovább. Természetesen tisztá vagyok bele, hogy nem mindenki engedheti meg magának a havi 100 os megtakarítást, így megmutatom, jó, itt már bla 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 bla, itt már rámegyünk a kisebb megtakarításra, mert mindenkinek van 100 forintja. Nagyjából ez volt egyébként a lényegi része a posznak, ami engem érdekelt, és amiről szó lesz. Tehát, elkeseredtem, mert hogyan moshatunk össze két ilyen fontos dolgot. Én azt gondolom, ha laknod kell valahol, akkor az albérleti diát alapból nem tud megtakarítani. Valamiért azt gondolják nagyon sokan, hogy ha nem veszel saját lakás hitelből, akkor majd neked keletkezik plusz pénzed, amit te meg tudsz takarítani. Nem tudsz ember, mert ha nem mama hotelba laksz, bár zárja megint hozzáteszem, ha mama hotelba laksz, legyél már annyira jó fej, hogy hazadsz mamának, mert nem a nem a izé, a szörös talpú, zöldfüles izé, mosó tündér az, aki eltünteti a ruhádat, meg fizeti az áramot, hanem anyukád, apukád. Szálljál már haza, létszíves ilyen árak mellett. Na, közszolgálati közlemény bezárva. Tehát, ha laksz valahol albéletbe, annak vagy alberti díja. Tehát nagyon ritka az, amikor te laksz albéletbe, és akkor az azt inkább megtakarítod, ahelyett, hogy befizetnéd. Szóval ez, 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 ez nonsense az egész. Szóval itt nem keletkezik semmi extra plusz szóval azért, mert te nem sátlakásba lakásba költözöm. A következő kérdésem az, hogy van időt húsz évig, hogy ne vegyél lakást? Ugye ez is nagyon érdekes kérdés, hogy nagyon ugrálunk a 10, 20, 30, 50 években egyébként, rugózzunk, hogy persze, tegyél félre, hát mekkora találmány, mindezt zárva ebbe úgy, hogy nagyon támogatom, most fejeződött be a megtakítási kampányunk nekem is, nagyon támogatom, tegyél félre, de azért észre ember, tehát hogy azért, na. Tehát, hogy, hogy, az, hogy elárom neked, nincsen húsz éved arra, hogy te majd vegyél egyszer lakást, azzal a vízióval, hogy talán egyszer veszel lakást, mert elröppennek az évek, és azon kapod észre magad, hogy változott minden. És amivel például ez a vanábi post nem számol, az az, hogy húsz év alatt lehet, hogy a te munkáról képességed is megváltozik. Történik az életedben valami nagyon nagy uh, fordulat. Lehet, hogy fizikailag már nem tudod azt csinálni, lehet, hogy a világ megváltozott, lehet, hogy kevesebb lesz a jövedelmed, lehet, hogy minden bedrágult úgy, ahogyan nem követni. Sok minden lehet, ami miatt a, ez a vanabi szemlélet az így megszűnik létezni, amikor 20 év múlva venni lakások, nem tudsz. És ö, azt is észrevettem egyébként 15 évnyi szakmai tapasztalattal a hátam mögött, hogy a emberek könnyebben fizet, tudják fizetni a, a jól felvett hiteleiket, vagy legalábbis nagyobb a, a nyomaték rá, mint a megtakarításaikat. A megtakarításról gyorsabban mondanak le, mint a saját lakhatásukról, és ez a mentális akadály, a mentális védőháló is az, amit már egy picit arra sarkal, hogy közsd hogy le magad, ilyen értelemben, ha te erre fogékony vagy, mert, mert legalább akkor lakásod lesz. És nem mindegy, hogy 20 év múlva hogyan állsz hozzá. Tehát én mindig azt sugallom, hogy a élet változik, nagy azt higgyük már, hogy ez ennyiből áll, ha csak teszem fél a pénzt, azt ott lesz a lakásom. Ez egy, ez egy hülye ígéret. Miből gondolod, hogy 20 év múlva 59 millió forint elég lesz saját lakással? 2008-ban egy budaörsi panel lakás 12 millió forint volt, most hány év telt el? 16, 15 év múlva 45 millió fontba kell ugyanaz a lakás. Most ennek analógiájára, mint most ma kinéztél 59 millió font lakást, azt már elárulom, és nem árulok zsákba maskát, 20 év múlva az nagy eséllyel 300.000 300 ezer euró lesz minimum forintba átszámolva azért az egy mennyi, 100-120 millió forint. És akkor te a 59-et összepöttyögtél annyira látjuk ezt történelmileg, hogy már a fundamentásoknál meg lehet nézni, hogy az az ígéret, tegyél családodba, mindenkinek kössél lakástakarékot, gyűjtsed, és akkor lesz a nagy részét a lakásnak, te megveszed fundamentából. A lótúrót veszed meg, olyan szinten a piac beárazott minden megtakarítás, hogy gyakorlatilag a, lakást, a megkötött lakástakarékok az önerőre sokszor nem voltak már elegek 4-8 év múlva. Tehát még ez is egy hamis ígéret volt. Tehát arra számítani, hogy majd te félreteszel a nem tudjuk miből, miközben laknod kell valahol, és nem tudjuk mi lesz, és akkor arra számítasz, hogy lesz akkor ennyi pénzed, ami egyébként mégsem annyi, és nem lesz elég, az egy elég érdekes helyzet, és félrevezető. 22 millió forint 400 os kamaton 30 évre 37,9 millió forintos visszafizetést jelent. Tehát, hogy itt a példába sikerült az elmúlt 10 év legmagasabb kamatkörnyezetét kiragadni, és egy 61,4 milliós teljes visszafizetése ijeszgetünk. A valóság az, hogyha 400 lenne a kamat, akkor majdnem ennek a fele lenne a visszafizetendő, 22 millióra 37,9. Ha ezt a jelen értékkel még lekorrigálod a következő 20 évre, tehát infláció, értékcsökkenést ugye itt számolsz, leosztod, leszorzod, meg mivel egy értéknövekedését az ingatlanak, azért annyira szar helyzetbe nem kerülsz. De most ugye ez szó nem esik arról, hogy hogyan lehet kezelni magát, ezeket a úgymond magas kamaton felvett hiteleket. Hát ezt úgy tudod pontosan kezelni, hogy és pont erről szól az előző videóm is, hogy hitelkiváltás történik magyarul, hogyha kedvezőbb lesz a kamat környezet, akkor egyszerűen szólsz nekem, e-mail alul, kiszámoljuk, hogy hol lehet negyedik kamat bolcsobban felvenni ugye ezt a hitelt, az új bankot, kifizeti a régi bankot, és holnaptól a új banknak tartozol, mondjuk nem 800 os kamaton, hanem 400 os kamaton, és mondjuk a teljes visszafizetésed nem 61 millió lesz, amely egyébként 59, hanem 37,9 millió. Ezzel brutálisan tudunk csökkenteni, de hát erről szó nincsen, mert itt sajnos a, a, a kolléga az nem érdekelt a hitelbe, meg nem érdekelt ebbe, hanem csak a megtakarításba, és akkor így, így nem árnyaljuk egy kicsit a sztorit. Havi 100 ezer forint, 20 év alatt 59 millió fontos állítást kaptunk a lófaszt, bocsánat. 5 százalékos év, mert megnéztem kalkulátorokba, meg a saját kalkulátorokba, ami számol költségekkel is, és mindenfajta megtérüléssel is. 5 éves indexálás mellett Elérhető ez az összeg. Ez azt jelenti, hogy idővel 150-200 forintot is fogsz havonta fizetni. Nem végig 100 ezer forintot és lesz 59 milliót, hanem 100 ezerre kezdesz. Minden évben mondjuk 500 emelkedik a befizetendő, és arra jön hozzám bónusz-mínusz költség, és lesz belőle mondjuk szerinte ennyi. Tehát ez is egyébként egy ígéret, vagy ez is egy, ez sem lehet még ígéret sem, ez egy számítási modell. Egyébként 20 évre vetítve a havi átlagdíjad 166.666 forint volt ebben a példában, mert direkt megnéztem, szóval ez egy eléggé költői nagy túlzás, hogyha a havi 100.000 forintos meg a lótúrót. Uh, mielőtt annyit látsz, hogy az egyik oldal csak költség, ugye a hitelkamat költsége. A másik oldal csak nyeresség keletkezik, ugye a megtakarítása, a megtudás a szentéje. Azért uh, az, az, abba gondoljunk bele, hogy ha 100 font megtakításon gondolkozol a saját ingatlan helyet, akkor az azt jelenti, hogy albéletben laksz mondjuk. Ez az albélet, ez mondjuk most havi 150 font kiadást jelent, és ez a költség emelkedni fog. Tehát a lakhatás költsége, ami nem saját lakás, az emelkedni fog. Mert mondjuk egy hitelt lefixálok 10 vagy 20 éves kamatra, tehát tudom hosszú távon garantálni, hogy ennyi lesz a törlesztőd, még 162 Példába de a, albéletet nem tudod garantálni. Tehát ott az, hogy meg elkezdesz 150 nem mondjuk most, azt majd lehet, hogy 10 év múlva meg 250 ezer lesz ugyanaz a kategóriájú lakás. Tehát, tehát egyrészt lenne ugye egy kiadás plusz megtakarítás, vagy bocsánat, bérlés és megtakarítás. Ha ez így együtt sok összeadott, sokkal több, mint a havi 162 ezer fontos törlesztő. Ugye egyik rész fizeted, a szá ha csak a kezdetben, 100 ezeret teszel itt félre, meg 150 talbedoznak, 250. És milyen célal? Hogy legyen lakásod. Ugye erre a Tobia a, a TikTokon. Ugye 250-ra kezdesz, és ez kezd fontosan emelkedik egyébként az 500-os indexálás, meg az Alberti díj emelkedés miatt. A másik oldalt meg beszél 162 ezer fontos törlesztővel egy lakást, és 10 évig biztos biztosan annyi a törlesztőd. Tehát, hogy ezt csak én látom, vagy, vagy írjátok már meg ezt a pontokat, hogy ti is látjátok, amiről beszélek, vagy vagy, vagy én vagyok ennyire hülye, hogy nem, nem, nem tudom összehozni a kettőt. Nyilván, hogyha lakás befektetés széllal veszed, azt most azért nem hozom ide, mert itt nem ők vannak megszólítva, nyilván ez egy kicsit más matek, ott már más szempontokat is be kell hozni, ennyire nem akarom túlbonyolítani. Itt most a saját lakás, lakatásról van szó. Szóval, itt ezt nem értem. Ugye nem számolt a kolléga az ingatlan értéknövekedésével sem, simán benne van azért 20 év alatt egy dupla. Az a, nyugtass meg, hogy benne van. 22 millió fontos hitelre, 44 milliós eladási érték 20 év múlva, az benne van, akkor azt vonjuk már le könyörgöm, a, plusz ugye nyilván az is duplázódik, ezeket vonjuk már le könyörgöm a kamatköltségekből, meg még akkor jelen értékezünk, azért annyira mondom, nem lesz még így se szar, ha ezt fizetnéd végig, tehát ezt a kamatot, és nem csökkentenél menet közben. Tehát, hogy te okos vagy, optimalizálsz menet közben, és akkor még csökkenek a költségeid, közben lesz egy nagyobb megtérülés, és akkor úgy valahol te ott jól jöhetsz ki, ha ezt észre csinálod. Meg hát nem számolt a kolléganő azzal sem, hogy milyen járlókos költségek keletkeznek az időszakos költözésekkel ugye, albéletet kell keresni, el kell járogatni, albéletet nézni, az mind szabad idő, szaba, or, szabi, ugye, azért te fizetsz effektív, szabit veszel ki, elbukod a szabid, nem tudsz menni pihenni, vagy bármilyen módot ugye az, hogy költözött ki oda, a, az a fajta a, 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 a létbiztonság, bizonytalanság. Van, akinek ez bejön, nekem speciál nem. De ez már egyéni kérdés. De alapvetően azért a fontos költözésnek is van egy költsége, nyilván hozzáteszem, ha van saját lakásodót is, azért keletkezik egy költség, hogy az időnként állag megóvsz, azt hogy tegyük hozzá. Nagyon gyorsan. De, de, de alapvetően, mert nézem, hogy jó hang van, oké, akkor már fél siker, akkor nem csöztem el. Tehát, tehát alapvetően, ez egy nagyon hamis számítás, és nagyon félrevezető. A megtakarítás, mint intézmény, legit dolog. Hogy vegyél saját lakás, jelenleg még legit dolog, és az kell hitel, azt is tudjuk. Na most, hogy ezt így összehúzom, akkor valójában nekem egy, 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 egy elméletem, amit az ügyfelkére szoktam erőltetni. Tehát amikor az ügyfő azt mondja, hogy szeretne saját lakást, Uh, és megnézzük a, a havi megtakarítási képességét, és abból kijön az, hogy gyakorlatilag tényleg a létfenntartókból az energiát is a motorba kell átkonvertálni, mert, mert rohadt, nem lesz öt éven belül lakása, ha nem pakol be minden, akkor nem is beszélek vele hosszú távú megtakarítása alapvetően, vagy csak nagyon minimálisról, mert, mert azt gondolom, hogy a lakhatás az, egy, az a maszlói piromizmus egy, egy fontosabb szükséglet, mint a megtakarítás, mind a megtakarítás is rohat fontos, de, de hova takarítasz meg 20-30 éven keresztül, ha közben a alapvető szükségleteidet, mint a lakhatás sem oldottad meg, megnyugtatóan. Matematikailag remélem azért látod, hogy még, még Excelbe se jön ki az, hogy miért érni meg neked inkább albéletbe menni és mellette indítani a megtakarítást, Egyébként hozzáteszem, én nem csak akkor azt, hogy akkor 162-ért fizeted a törlesztőt, és a maradék 9000 forint, ami ugye a, a másik példában a albéleti díj plusz megtakarítás származna, akkor abból indítod a hozzátávú megtakarítást, és akkor fizetsz, mindegy, amíg ebbe sem megyek bele, de de, de, alapvetően nagyon szomorú vagyok. Ezek az érvrendszerek, ezek tizenpár pár évezet voltak jellemzőek a magyar piacon, és én nagyon azt hittem, hogy az az elmúlt években fejlődött a, a, a szakma, és hiszem azt, hogy igen, rengeteg nagyon jó, nagyon vérprofit tanácsadót ismerek, nagyon magas szakmai tudással, akik már nem ilyen hülye érvekkel érkeznek, hogy, hogy, hogy a drága csúnya a hitel, meg a, meg a jó megtakítás, hanem, hanem árnyalják a képet, személyre szabják, és véletlenül sem mondják azt, hogy, figyelj, a hitel azért szar, hülye dolog, inkább indíts megtakarítást helyette. Nem is egy pályára, alma a körtével. Írd meg kommentbe, hogy te mit gondolsz erről. Mennyire legít ez az érvrendszer, bár akár enyém, akár akit felolvastam posztot, te hogyan csinálnád, vagy hogyan csináltad az életedben? Ez egy fontosabb dolog, hogyan csináltad, mert, mert szerintem most már a száj, szájkaratésoknak a időszaka letűnt, tehát a, a fotelból okoskodó, amúgy mama hotelba 30 éve létező egyéneknek a, a vanábi gondolat sorára egyébként nem vagyok kíváncsi. Engem inkább azok érdekelnek, akik valóban cselekednek, valóban tettek valamit bármilyen irányba, és abból lett nekik egy tapasztalatuk, és hogy mi ez a tapasztalat, ennek van értelme. Tehát tökre kent, hogy mit gondolsz, ha tudok neked segíteni egyedi kamattal hitelbe, vagy megtakarításba, ugye, tehát egy kicsit felelője, akkor e-mail alul. Ha szeretnél tulajdonmentes környezetben pénzekről beszélgetni, akkor gyere az IFL online pénzi Facebook csoportba. Legközelebb videóig pedig szép napot kívánok, sziasztok!